több embert foglalkoztassanak a munkaadók. Ezt, ha valaki úgy veszi, hogy ez a munkavállalóknak a rabszolgasorsba történő döntése, külföldi profit érdekek által vezérelt kizsákmányolása, akkor ugye elég furcsán kell, hogy nézzek rá. Ez egy általános szabályozás, és magam is, amikor az európai szinten vitattuk ezt a kérdéskört, hogy arra a következtetése kellett, hogy jussak, hogy nagy részt egyébként a foglalkoztatásnak a rugalmassá tétele az a kisvállalkozókat segíti, illetve őket ösztönzi a foglalkoztatásra. Egyébként is, ugye, mint tudjuk, az európai modellben és a magyar modellben is a foglalkoztatottak nagy része az a kis- és középvállalkozóknál jelenik meg. Mert persze akkor lehet azt mondani, mint hogy az LMP-s képviselőasszony is mondta, hogy hát nincs munkahely, és 100 munkanélküli esik egy munka fölajánlásra. Igen, mert hogyha rugalmatlan, merev rendszert fogunk fölajánlani, elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak, még egyszer megjegyzem, akkor nem is akar alkalmazni senkit. Az a legelrettentőbb dolog. Márpedig ugye a munkanélküliséget és az alacsony foglalkoztatást azzal tudjuk a legjobban ösztönözni, sajnálatos módon, hogyha egyszerűen a munkaadó azt mondja, hogy annyira merev és rugalmatlan a munkavállalók fölvételével kapcsolatos kihívás, hogy inkább föl sem vesz valakit, vagy legalábbis nem legálisan veszi föl. Ennek nincs értelme, épp ezért kell rugalmasabbá tenni a munkaadást. Nekem csak úgy emlékszem, az angol elnökség alatt egy Tony Blair nevű baloldali, vagy annak nevezett kormányfő, ugye, aki azon is főháborodott, hogy egyáltalán bármilyen korlátok közül akarják azt tenni, hogy egy iskolás gyerek munkavállalás folytasson. Itt azért legalább azt hiszem ezekben a törvényjavaslatokban és harmonizációs javaslatokban a munkavállalók jogai nem sérülnek. Tehát ez a rabszolgasors meg egyensúly fölborulás, ez érthetetlen. Én szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy olyanok is munkahoz tudnak jutni, akiknek enélkül nem ajánlanak föl a munkaadók munkát. Ebből kifolyólag például a szabadságra vonatkozó, szintén én Izaura típusú brazil megnyilvánulások sem érthetők számomra. Nevezetesen arról van szó, hogy nyilvánvalóan egy hullámzó helyzetben előrehozott munkavégzést később ki lehet venni. Ugye most már ez is probléma. Hát nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy rabszolgaként túlóráztatni akarja, vagy agyon dolgoztatni a munkaadó ebben a helyzetben a munkavállalót, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy vannak olyan esetek, amikor szezonálisan egy helyzetnek megfelelően többet fog dolgozni egy munkavállaló, máskor pedig ezt a többlet munkaidőt kiveheti. Ha mi azt mondjuk, hogy nem veheti ki később a többlet munkaidőt, hanem fizessük ki túlóraként azt, amikor hullámszerűen többet kellett valakinek dolgozni, ez megint a foglalkoztatás, a legális foglalkoztatás ellen fog hatni. Mert akkor ez megint arra fog kényszeríteni egy kis- és középvállalkozót, hogy ne vegye föl legálisan azt a plusz munkaerőt. Márpedig nekünk most mindenkit arra kell ösztönözni, hogy legálisan alkalmazzon személyeket és munkaerőt. És Magyarországon az egyik legalacsonyabb a foglalkoztatási hányad. Most persze hivatkozhatunk sok minden szlovák példára, én azért megjegyezném, hogy a foglalkoztatási hányadnál az a több mint 3%-os különbség az óriási. Tehát azért maradjunk ennyiben. Most az, hogy nálunk az inaktívak és a munkanélküliek aránya a szlovák viszonyokhoz képest milyen, azon hosszasan lehetne vitatkozni, de sem az inaktív, sem a munkanélküli nem dolgozik. Tehát most csak arra mondom, hogy igazándiból, aki az államot eltartja, az ugye az aktív, az a tényleges foglalkoztatott személy, és ebben a 3% az rengeteget jelent. Remélhetőleg egyébként mi is elindulunk fölfelé. És hát akkor azt is el kell dönteni, hogy akkor most melyik ujjunkat harapjuk. Ugye európai szinten a baloldali képviselők mindig azt mondták, hogy hát hogy a kollektív szerződések kerüljenek előtérbe, ne a munkaadó és a munkavállaló egyéni megállapodása. Itt a kollektív szerződéseknél beszéltünk arra, hogy a próbaidő az 6 hónapos lehet, ami azt jelenti, hogy ezzel is gyakorlatilag a szakszervezeti vonalat a kollektív szerződést helyzetbe hozzuk. Most itt azt hallom
ugye marxista alapon, hogy már ez a 6 hónapos próbaidő is problémát okoz, mert annyi ideig lehet valakit kizsigerelni, majd utána 6 hónap után kirúgni. Hát kérem szépen, nagyon sok esetben azért nem lehet azt könnyen megmondani, hogy 1 hónap után, vagy 2 hónap után, hogy ez a munkaerőnek milyen az alkalmasága, pláne, hogyha periódikus, tehát sokszor szezonális helyzettel is összekötött az a munkaerőfelvétel, amit hát el kell, hát, hogy kövessen a munkaadó. Tehát én most még egyszer mondom, hogy gondoljuk azt végig, hogy miről szól ez a vita. Természetesen a munkaerőkölcsönzés is benne volt az előterjesztésben. Ez egy európai liberalizáció ügye, hogy nem magyar telephelyű munkaerőkölcsönző cégek is végezhessenek tevékenységet Magyarországon. Hát ez ugye a szolgáltatások szabad áramlása. Hallottam a kritikát az 5 évvel kapcsolatban is. Ezt kell, hogy mondjam, hogy ez is nagyon sok esetben a munkaerőpiac liberalizációjához tartozik, és nem feltétlenül a munkások megaláztatását vagy kiszolgáltatottságát fogja erősíteni. Megjegyzem egyébként, hogy nyilván én is például, amikor külföldi nagyberuházókat tárgyalok, nyilván arra törekszünk, hogy a munkaerőkölcsönzésnek az aránya, jelensége és mértéke minél kisebb legyen. Ez teljesen természetes, hogy a szerződtetett, közvetlen munkavállalói szerződtetett jogviszony a legjobb, de azt is tudomásul kell vennünk, hogy ilyen ciklikus világgazdasági helyzetben nem zárhatjuk ki a munkaerőkölcsönzés tényét Magyarországról, mint mondtam, ez egy jogharmonizációs kötelezettség is, hogy ezzel éljünk. Nos, én azt gondolom, hogy a legjobb szociálpolitika és a munkavállalói politika az, hogyha valakinek munkahelyet ajánlanak, ha nem felajánlott munkahelyre nem lehet jelentkezni, képviselőasszony, és szerintem ezt kéne, hogy figyelembe vegyük abban is, amikor az 1 millió munkahely felé most tényleg el kell, hogy induljunk. Én nem megyek most abba bele, hogy kinek és milyen, minek köszönhetően jutottunk abba a helyzetbe, amiben jutottunk, mert jó néhányan itt a hozzászólók közül ezt már kielemezték, de valóban itt nagyon sürgősen és nagyon gyorsan el kell indulni az aktív foglalkoztatás politikával, és ehhez a munkaerő piaci jogi szabályozás és a munkatörvénykönyvi jogi szabályozás is szükséges. Egyébként most továbbra is azt mondom, hogy semmi olyat nem látok, ami valamiféle szerzett jogot vagy jogbiztonságot, dolgozó jogbiztonságot ebben az egész rendszerben sértene. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Köszönöm államtitkár úr válaszait. Tisztelt Országgyűlés, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Kósa Lajos, Fidesz, Habis László, KDNP képviselők önálló indítványát T/3495-ös számon megismerhették. Most az előterjesztő expozé következik, megadom a szót Kósa Lajos úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Képviselő úr, öné a szó. Elnök úr, tisztelt ház! Az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló szabályzás az egy olyan jogszabály, ami a megalkotók szándéka szerint is kizárólag alapvetően kicsi önkormányzatok, egyszerű helyzetek, kis vagyon, kis feladatrendszer mellett próbálta kezelni azt a helyzetet, amikor egy önkormányzat nem tud a kötelezettségének eleget tenni. Nem feltételezték az akkori jogalkotók, hogy egyébként előjöhet az a helyzet, ami mára előállt, hogy a kormány olyan mértékben vonja meg az önkormányzati feladatellátástól a finanszírozást, hogy 2010-re elmondhattuk, hogy az önkormányzati rendszer a feladatellátásához a 2003-as szintű támogatást kapta az államtól, miközben egyébként körülbelül 500-zal nőtt azoknak a feladatoknak a száma, amit a kormány az önkormányzatok által ellátandónak vélt, és a parlament pedig azt rendelte az önkormányzatoknak, hogy ezeket a feladatokat el kell látni. Ez azt a helyzetet eredményezte, hogy az önkormányzatok olyan
eszközökhöz kellett, hogy nyúljanak, miután pénzük nem volt a feladatok ellátására, ami alapvetően külső forrásbevonást igényelt, és mára kiderült, hogy nem csak a kis önkormányzatok, hanem egész nagy települések, sőt megye is az adósságrendezés sorsára juthat. Magyarországon az önkormányzati csőd az egy rosszul szabályozott kérdés tehát, és én azt gondolom, hogy ezt a mai helyzetben egész egyszerűen újra kell szabályozni. Hogy mégsem egy nagy átfogó újraszabályozásra vállalkoztunk, ennek egyszerű oka van. Miután az új önkormányzati kétharmados sarkalatos törvény ősszel a parlament elé kerül, én úgy gondolom, hogy az új rendszer alapvetésének megfelelően kell az adósságrendezési eljárást újra gondolni. De addig sem várhatunk, mert látjuk, hogy jó néhány önkormányzat esetében egészen aggasztó az a folyamat, ami adósságrendezési eljárás címen folyik. Tehát ez a mostani módosítás nem egy átfogó, hanem egy kis lélegzetű módosítás, pontosítás. Tulajdonképpen csak arra jó, hogy addig azt a néhány hónapot is a valamilyen rendezett feltételek mellett tudja a rendszer túlélni, vagy átélni, amíg egy átfogó szabályozás nem jön a ház elé. Külön kiemelném annak a problémáját, amikor egy önkormányzat nem egyszerűen csődbe megy, hanem tudatosan csődbe viszik. Erre semmilyen szankció nincs most. A GT alá tartozó szervezeteknél ez ismert, ez a fogalom, hiszen ez BTK-s eset, amikor családcsődöt követel valaki, és tudat, bár van pénze, nem fizeti a kötelezettségeit, de itt most néhány önkormányzatnál felmerült az a probléma, hogy úgy tagadta meg az önkormányzat a kötelezettségének a fizetését, hogy egyébként a folyószámláján a kötelezettségeit meghaladó készpénz állt a rendelkezésre. Én azt hiszem, hogy ezeket a helyzeteket a mostani kisebb kiigazító javaslatunkban nem tudjuk kezelni, de előre szeretném bocsánatani, hogy amikor ősszel ezt a helyzetet kezeljük, akkor én úgy gondolom, hogy a tudatosan csődbe vitt önkormányzatok esetére is alkalmazni kell a BTK-s alakzatot, és ilyet nem szabad csinálni. Másrészt azt gondolom, hogy az önkormányzati rendszer esetében is, igenis, nagyon komoly következményének kell lenni annak, hogyha valaki csődbe viszi az önkormányzatát, és olyan gazdálkodást és politikát folytat, hogy egy csődeljárás kell az önkormányzat ellen folytatni. Én megengedem, hogy ősszel egy olyan javaslatot kell a ház elébe tenni, ami például azt mondja ilyen esetben, hogy az, aki csődbe vitte az önkormányzatát, azt ne lehessen újra választani sem képviselőnek, sem alpolgármesternek, sem polgármesternek. És az is megvitatandó, hogy a kialakult csődhelyzetben milyen felelősséget terhel, milyen felelőssége van az előző vezetésnek, és azt is meg kell vizsgálni, és ez egy részletesebb szabályzás kérdése, hogy ilyen esetben az előzőeket is sújtsa-e ez a szankció, de én úgy gondolom, hogy van szabályzási eszköz, ezt a kérdést bíróság elé lehet vinni, tehát igazából nem bonyolult a feladat, csak szeretném jelezni, hogy ebben a helyzetben is tarthatatlan a mostani állapot, hogy lényegében nem terhel felelősség politikust akkor, hogyha csődbe viszi a saját települését. A mostani javaslatunkban néhány olyan korrekciót kezdeményeztünk, amit úgy látom, hogy sok félreértés adott okot, vagy talán félremagyarázásra, nevezetesen, hogy természetesen eszünk ágában sincs, az egyébként is rendkívül kockázatos és problémás devizahitelezési rendszert az önkormányzati rendszerre általánosan kiterjeszteni. De a javaslatunk nem is tartalmaz ilyet, csak a politikai sajtó egy része interpretálta így. Először is az az önkormányzat, amelyik csődben van, tehát adósságrendezési eljárás alá került, az ugye annak nem mentővet dobunk, mert mentővet csak a fuldoklónak lehet dobni, a vízihullát annak nem lehet mentővet dobni. Az az önkormányzat, amelyik adósságrendezési eljárás alatt van, az ebben az értelemben nem fuldokló, annak vége van. Azt újra kell szabályozni, újra kell kezdeni az életet abban az önkormányzatban. Ebben az értelemben mondjuk azt, hogy csak azt a szelepet vagy lehetőséget adjuk meg, hogy adott esetben egy önkormányzat amennyiben lejárt, mert ugye, hogyha a csődeljárás van, pontosabban adósságrendezési eljárás, akkor a banki követelések
azonnal lejárnak az önkormányzattal szemben, és hogyha ilyen banki követelés van devizában, tehát korábban devizát vett fel az önkormányzat, devizába vett fel hitelt, mondjuk azt, hogy a reorganizációs hitel kapcsán vehessen, vagy ezt a lejárt hitelt devizában újíthassa meg, amennyiben egyébként, és ez nagyon fontos kitétel, a kormány erre külön eljárásban engedélyt ad. Tehát itt nagyon komoly fékek vannak beépítve, mert azt mondjuk, hogy ez nem egy általános lehetőség, hiszen ezt a reorganizációs hitelt, amennyiben erre szükség van, akkor a kormány csak akkor kamat támogatja, mert ezt kérjük a kormánytól, hogyha egyébként rendben lévőnek tartja. Tehát itt egyáltalán nincs semmilyen palack kiengedve, a szellem kiengedve a palackból. Ugyanakkor meglehetősen szigorúan szabályozzuk azt a kört, amikor az önkormányzatnak milyen vagyoneleme, meg milyen típusú jövedelme, vagy egyáltalán vagyonértékű joga, fedezete kerülhet az adósságrendezési eljárás alá. És hát megvallom őszintén, itt sok olyan kollégámtól kaptam javaslatot, ami ezt puhítani igyekezett, csak én azt gondolom, hogy itt most vegyük ezt komolyan, ha csőd van, akkor nincsen Európai Uniós fejlesztés önrész, hogy azt nem érinti a dolog. Vagy nincsen az, hogy akkor egy sor vagyontárgyat nem érint, vagy egy sor eszközt nem érint a kérdés, mert hogyha csőd van, akkor csőd van. És akkor nagyon komolyan kell eljárni, és azokat az érdekeket kell védeni elsősorban, amely olyan önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódik, ami nagyon komoly társadalmi rétegeket érinthet. Közszolgáltatások, temetés, oktatási rendszer fenntartás. De én azt hiszem, hogy úgy általában nem lehet azt megtenni, hogy az önkormányzati adósságrendezési eljárás az tulajdonképpen változatlan szerkezetben hagyja az önkormányzat működését, mert hát igazából csak egy kicsit van csőd, és akkor tulajdonképpen nem történik más, mint az, hogy minden tovább megy tovább a maga útján. Tulajdonképpen a település lakói nem is nagyon érzik azt, hogy mit jelent egy ilyen eljárás. Egyszerűen csak arról van szó, hogy itten a kormány nyúljon a zsebébe, és álljon helyt egy korábbi vezetés felelőtlen döntéseért, aminek a kapcsán adódik elő az adósságrendezési eljárás. Ha megnézik a javaslatainkat, akkor láthatják, hogy tehát a önkormányzati vezetőként két polgármester terjesztette ezt a javaslatot, de önmagunkhoz is meglehetősen szigorúak vagyunk, de ez szerintem támogatandó, és csak ilyen példával előjárva lehet ezt a kérdést kezelni. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a mostani kisebb léptékű módosítás nem alkalmas arra, hogy olyan szándékokat is beépítsünk a mostani eljárási rendbe, amelynek a jogossága megalapozott. Nevezetesen, bár vannak erre javaslatok, én azt hiszem, hogy nem most kell szabályozni azt, hogy például egy önkormányzat a gazdálkodása kapcsán hogyan és milyen módon vehet be a költségvetés finanszírozásba külső forrásokat, külső eszközöket. Jogos ez a felvetés, én szeretném ezt hangsúlyozni, de nem hiszem azt, hogy meg kellene előznünk most az önkormányzati törvénynek egy olyan típusú módosítását, amit ősszel a nagy léglegyzetű módosításban kell tárgyalni. Ezért én ezeket a felvetéseket megfontolandónak tartom, főleg azért, mert a szabályzást csak úgy lehet jól megcsinálni, hogyha nem folyó költségvetési évben adunk egy ilyen korlátot, hiszen ma már az önkormányzati rendszer megtervezte a költségvetését. Ha folyó költségvetési évben módosítunk ilyen szigorúan külső forrás bevonás ügyben, akkor bizony számos önkormányzat gazdálkodását még akkor is lehetetlen helyzetbe hozunk, ha egyébként az adott esetben a gazdálkodása egyébként megalapozott. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy azért ne felejtkezzünk meg arról, hogy az önkormányzati rendszer ilyen lehetetlen helyzetbe jutását alapvetően az a kormányzati politika határozta meg, amely az elmúlt 8 évre volt jellemző. Az önkormányzati rendszert az elmúlt 8 évben úgy kezelte a kormány, mint a félbolond atlétika edző a saját sportolóját, mert a kormány mindig azt mondta az önkormányzati rendszernek, hogy minden nap fussatok egy körrel többet,
és minden nap egyetek egy kicsit kevesebbet. Azt lehet tudni, hogy ilyenkor előbb-utóbb vége van a történetnek. Most itt vagyunk. Az utolsó pontot az IRE Bajnai Gordon tette fel, amikor a kormánya élén azt nyögte be, ami már egyébként a szocialista önkormányzati vezetőknél is kiverte akkor a biztosítékot, hogy az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban úgy tárgyalunk, hogy 120 milliárd forint elvonás, az kőbe van vésve. Miközben egyébként ennél jóval nagyobb mértékű elvonásokat ez a rendszer már elszenvedett. Az első arcúcsapás, vagy hogy is mondjam, pofára esés, ha lehet így fogalmazni, akkor következett be, amikor Megyesi Péter megválasztása után beszabadult a kincstárból, az ott lévő 350 milliárd forint tartalékot gyorsan kiosztott a béremelésre, azt megfinanszírozta egyébként a költségvetésből 2002-es év végéig, majd azt mondta 2003-ban, hogy egyébként azt a 100, mintegy 135 milliárd forintot, amit most erre költöttünk, ugye járulékok nélkül, ezt most már a rendszer finanszírozza saját magától, ahogy tanulta. Na most ez egy nagyon jó pofa dolog egyébként, hogy én megemelem a bérét a közalkalmazottaknak, csak nem vagyok hajlandó kifizetni ennek a költségeit, hanem ezt áthárítom a rendszerre, és onnantól kezdve mindenki úgy járt rá az önkormányzati rendszerre, mint a Mici Mackó a mézesbödörre, csak a végén elfogyott a dolog, meg kiürült a méz. Tehát a helyzet az az, hogy nem felejtkezhetünk el arról, hogy a rendszert ilyen végromlásba egyébként a szocialisták juttatták. Arról nem is beszélve, hogy a rendszer általános részére is igaz ez, és a rendszernek bizonyos szegmenseiben meg kifejezetten primitív politikai bosszú hadjárat folyt. Például akkor, amikor a szocialisták az önkormányzati választást úgy veszítették el, hogy az egyetlen megye kivételével az összes megye ellenzéki vezetésbe került, akkor onnantól kezdve egy teljesen tudatos, a megyéket ellehetetlenítő bosszú hadjáratnak voltunk a részesei, az egészen felháborító primitív politikai megfontolásoktól kezdve azokon az egyébként teljesen tarthatatlan törvényeken át, amelyek ezt a rendszert érintették. És nem elég, hogy a finanszírozás omlott össze, hanem még ráadásul a kormányzati képtelenség azt a helyzetet is előállította, hogy teljesen marginális szempontok alapján a rendszerben olyan működési zavarokat lehetett okozni, ami miatt azt gondolom, hogy ki kell mondanunk, a felelősség egyértelműen az előző 8 év teljesen felelőtlen, inkompetens kalandor politikáját terheli. Elnök úr, tisztelt ház, kérném, hogy támogassák a javaslatunkat. A javaslatunk, még egyszer hangsúlyozom, kisebb módosítás, arra való, hogy az év hátralévő részében addig kezelje a legfontosabb felmerülő problémákat, amíg az új sarkalatos önkormányzati törvény elfogadása kapcsán az önkormányzati csőd intézményét, az adósságrendezési eljárást is újra gondoljuk és újra szabályozunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés, most megkérdezem Tálai András államtitkárot, hogy a kormány nevében kíván-e felszólalni. Igen, 10 perces időkeret áll rendelkezésre. Államtitkár úr, önél szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, hát legrövidebben úgy tudom kifejezni a kormány véleményét, hogy a kormány támogatja a törvényjavaslatot. Tisztelt Országgyűlés, most az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsági Álláspont és az ott megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. A napirendi ajánlás szerint 5-5 perces időkeretben megadom a szót Miklun Józsefnek, a bizottság előadójának. Öné a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság június 14-i ülésén megtárgyalta a TPER 3495. számon beadott javaslatot a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő törvény módosítására. Az önkormányzati bizottság 16 igen és 8 nemmel támogatta az általános vitára való alkalmasságát a törvényjavaslatnak. A vitában, miután kisebbségi véleménynek is
lesz majd szószólója, arra nem szeretnék kitérni. A támogató hozzászólások mellett én magam arra tettem javaslatot, hogy a törvény 18. paragrafusára vonatkozó, törvényjavaslat 18. paragrafusára vonatkozó megfogalmazást módosító indítvánnyal javítsuk. Itt a nevelési oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos határidők betartatásától, az adósságrendezés megindításának időpontjától kezdődően el lehessen térni, erre vonatkozik, el lehessen tekinteni, erre vonatkozik az eredeti javaslat. Azt gondolom, hogy itt a közoktatási törvény eredeti megfogalmazásait érdemes figyelembe vennünk. Valamint a fogalomhasználatban pontosítani kell, gyermek tanuló érdekeit nem sérti vagy nem veszélyezteti kitétel helyett. Itt is ajánlatos az eredeti közoktatási törvényben megfogalmazott szöveget, az aránytalan teher fogalmát használni. A bizottság, ahogy jeleztem, ezt a törvénymódosítást támogatta többségi szavazással és általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megadom a szót Hegedűs Lórátné képviselőasszonynak, aki a bizottságban megfogalmazódott kisebbségi véleményt ismerteti. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. A Mihály József képviselőtársam többségi véleményének megfogalmazását érdeklődve hallgattam, már csak azért is, mert sajnos én úgy tapasztaltam, hogy egyébként a bizottsági ülésen támogató hozzászólás nem volt. Csak kisebbségi véleményt fogalmaztunk meg két, tehát a jó magam, illetve egy másik képviselőtársam, illetve valóban az a módosító indítvány került már ott megfogalmazásra, amit most is elmondott Mihály József képviselőtársunk. No, de hát a konkrét ellenzék, illetve kisebbségi véleményt szeretném elmondani. Valóban ugye 16 támogató szavazat mellett volt 8 ellenző, vagy nemmel szavazó is. Alapvetően azt hoztuk fel ellenérvként, hogy a benyújtott törvényjavaslat jogalkotási alapelveket sért. Itt szeretném idézni az egyik alkotmánybírósági határozatot, amit egyébként ott ismertettem a bizottsági ülésen, ami így szól, tehát, hogy alkotmánysértő egy jogszabály, ha a tényállása túl részletező, túl szűk, túlságosan eseti, az megköti a jogalkalmazót és megakadályozza, megnehezíti, hogy a jogszabály az életviszonyok szabályozásában betöltse a szerepét. Tehát nyilvánvalóan az általános életviszonyok vagy normatív életviszonyok szabályozásában. Azért egyébként 15 további AB határozatot találtunk, ami erre vonatkozik, és pontosan hasonló, így vagy hasonló módon fogalmazza meg ugyanezt a problémát. És a másik probléma, ami a jogszabály megszövegezésével kapcsolatban volt, az az, hogy ugye folyamatban lévő eljárásokra is vonatkozna, ami komoly jogbizonytalanságot teremt értelmezésünk szerint. De a legfőbb kritikánk összességében az volt a törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy hát valljuk be, hogy ez Esztergomról szól, és illetve ne legyünk szűkebbűek és Heves megyéről. De alapvetően azért mégiscsak, hogyha megnézzük a különböző paragrafusokat, azok nagy részt elsősorban az Esztergomban kialakult helyzetet próbálják úgymond rendezni, most ezt nagyon szigorúan idézőjelben mondom, és majd a nem kisebbségi véleményben, hanem a saját véleményben elmondott tagban, majd szeretném a Kósa Lajos képviselőtársunk által elmondott jó néhány aggasztó problémát egy kicsit konkretizálni is. De tovább megyek, azt is megfogalmaztuk a kisebbségi véleményben, hogy az ÖTV módosítását talán jó lenne megvárni ilyen jellegű törvényjavaslatok benyújtásával, hiszen ez minden szempontból támaszkodik az ÖTV-re, aminek tudjuk, hogy egy átfogó reformja készül most, ami valószínűleg már szeptemberben ugye a ház elé fog kerülni, és
Annak idején, amikor én magam ehhez a törvényhez, tehát a helyi önkormányzatok adósságrendezési törvényéhez nyújtottam volna be egy módosító indítványt, akkor azzal utasította el a társadalomba vételét a bizottság, hogy meg kell várni.